Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amiben szeretném nektek végre megmutatni azt a csomagot, amit Instán már beharangoztam nektek egy kicsit, ami nem más, mint egy parfüm összeállítás. 12 darab parfümöt kaptam, képzeljétek el, és ez a 12 parfüm, ez nem csak így le lett szedve a polcról és bele lett rakva, hanem Zólyomi Zsolt állította össze, akit egy kicsit bemutatnék nektek, hogyha esetleg nem ismernétek. Zólyomi Zsolt az Orr, az egyetlen magyar férfi parfümőr. Ő állította össze ezt a kis csomagot, amit mindjárt egy kicsit részletesebben is bemutatok nektek, és azon kívül egyébként, hogy összeállította ezt a csomagot, van ebben a csomagban egy kis brosúra, ami segít nektek és nekem is, hogy hogyan válasszunk parfümöt az adott személyeknek karácsonyra vagy bármilyen alkalomra. Nyilván most a karácsony van hozzánk legközelebb, úgyhogy ez a legaktuálisabb. Elég sokszor előfordult már velem, hogy parfümöt vettem ajándékba, legfőképpen egyébként karácsonyra, és egy kicsit most tartok is tőle, hogy megnézem ezt a brosúrát. Remélem, hogy nagyjából betartottam azokat a szabályokat, íratlan szabályokat, amiket ez a kis brosúra is magába fog foglalni. Úgyhogy én azt mondom, hogy bontsuk ki és járjunk utána. Egyébként kívülről is nagyon cuki kis csomagolása volt, de a belső dizájn az valami hihetetlen aranyos. Nagyon ünnepi hangulata van szerintem. Várjatok, meg is mutatom. Szóval így néz ki ez a kis csomag, nagyon cuki, tényleg ez a kis tollas, világítós dizájn nagyon bejön. Remélem, hogy nagyon sokan láttátok már, de ha még nem, akkor most menjetek az Instámra és dobjatok egy lájkot arra a képre, amin ezzel a kis csomaggal vagyok együtt rajta. Ahogy most megnéztem egy pillanatra ezt a kis brosúrát, az összes parfüm, ami benne van ebbe a csomagba, az itt le van írva, hogy milyen illatokat tartalmaz, mármint hogy értitek, milyen összetevőket, és hogy télies, vagy nyárias, vagy citrusos, vagy virágos, vagy milyen, és azon gondolkozom, hogy teszteljem magam, vagy először inkább olvassam át, hogy ne égjek be. Oké, én azt mondom, hogy először elolvassuk, és kiválasztom ezekből, hogy szerintem melyik lesz a kedvencem, férfiban és nőiben is, és utána pedig meg fogjuk őket szagolni, vagyis hát én meg fogom őket szagolni, és el fogom mondani, hogy igazam volt-e vagy sem. Oké, itt egyébként már az első mondatnál teljesen le vagyok fagyva. Képzeljétek el, azt írja, hogy az illatunk legalább annyira egyedi, hanem egyedibb, mint az új lenyomatunk. Ez azért nagyon durva, és itt nyilván nem a konkrét parfümről van szó, hanem a saját illatotokról, értitek? És ugye nyilván ebből az következik, hogy mivel mindenki teljesen másféle, így egy adott parfüm nem fog ugyanúgy állni az egyik emberen, mint a másikon. Úgyhogy ha valamelyik parfüm megtetszik egy barátnőtökön például, akkor lehet, hogy nektek az nem fog olyan jól állni, csak most, hogy értsétek, hogy miről van szó. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy milyen parfüm kell nektek, és itt nagyon tetszik az utolsó kis bevezető mondat, hogy ezért a kedvenc mondásom, hogy a jó parfüm veszélyes fegyver. Ebben azért nagyon sok igazság van. Úgyhogy nézzük, hogy mik vannak ebben a csomagban. Adidas újdonsága az Állás For Her. Exotikus, izgalmas, trópusi édesség, kicsit mangós, virágos. Jól hangzik, de az az igazság, hogy én nem ilyen vagyok, de remélem, hogy megtaláljuk azt is itt, ami rám a legjobban illik, és meg tudom majd nektek mutatni. Max Whenever Wherever For Her. Akvás, ózonjegyes, gyümölcsvirág illat, fiatalosan csajsz is, bohó, sőt bohókás, málnaször illat. És emellett egy kicsit citrusos. Na erre nagyon kíváncsi vagyok, nyáron nagyon szeretem az ilyen illatokat. Harmadik, Bruno Banani Pure Woman, női test ívelt vonalait követő csavarodó pink üveg. Na, ezt írjátok meg nekem kommentbe, hogy egyébként ti mi alapján döntötök, hogyha parfümöt kell venni. Csak az illat számít, vagy befolyásol titeket az üveg, mert engem egyébként nagyon, tehát a legtöbbször olyan parfümjeim vannak, ami amellett, hogy nagyon jó illatú, nagyon vagány az üvege is, tehát valamiért engem mindig meg tudnak venni a nagyon dizájnos üvegekkel. Az illat klasszik pirosbogyós, trópusi gyümölcsös, vaníliás. Erre kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet.
Következő, pont itt írja. Előbb szagoljunk, csendben megsúgom, hogy érdemes lehet minden olyat is megszaglászni, aminek a színei, a doboza talán nem a kedvenceid elsőre, mert illatban viszont az lehet a tökéletes. Tessék, most rám lett cáfolva, nem szabad üveg alapján dönteni. Max Woman. Nagyon egyszerű egyébként az üvege, mindjárt meg is fogom nektek mutatni. Teljesen minimalista. Gyöngyvirág szantálfa. Citrusos virágillat, kis ibolya, jázmin, nőies, szexi, bevállalós, felnőttes. Itt van egy kis segítség, hogy amikor választasz, akkor azért kell tudni, hogy nagyjából milyen típusokat szeretsz. A virágosat, a citrusosat, a vaníliásat, nagyon édeset. Ugyanígy, hogyha ajándékba akarsz venni parfümöt, akkor is. Esetleg, hogyha vendégségben vagy annál a személynél, akinek szeretnél parfümöt venni, akkor amikor a fürdőszobába vagy kezet mosni, vagy sminket igazítani, a fiúk hajat igazítani, vagy bármi ilyesmi, akkor leskelődjetek a parfümjei közt, hogy milyen típusokat szeret, milyen a fő ízlése, amit az előbb mondtam, citrusos, gyümölcsös, virágos, vaníliás. Ha ezt tudod, akkor annyira nagyon elrontani már nem lehet szerintem. Innen jön a következő lépés egyébként, hogy ennél még jobb, hogyha konkrét alapanyagokat tudsz mondani, amiket kedvelsz, vagy az adott illető kedvel. Ilyen például, hogyha a fűszeresebbeket nézzük, a pacsuli levél, csillagánis, kardamon, tudjátok mire gondolok, vagy a virágosoknál az ibolya. És haladnék tovább, olvasom egyébként itt a brossúrát. Nagyon fontos, hogy amikor drogériákban vagytok, és parfümöt próbáltok választani, akkor, hogyha kifújjátok a kis szaglócsíkra, tudjátok, a kis papírcsíkra, akkor ne azonnal szagoljátok meg, mert nagyon alkoholos, abban vannak oldva a parfümök, és iszonyatosan erős, nem is érzed a parfümnek az illatát, úgyhogy itt van nekünk a kis tipp, várj fél egy percet, hogy az alkohol, amiben a parfümök oldva vannak, elpárologjon, ennek két oka van. Egy, van neki saját szaga, és te a parfümére vagy kíváncsi. Kettő, borzasztóan elfárasztja az orrodat. Ezután, hogyha itt szűkítetted a kört, és abból az 5-8 parfümből, amit papírra fújtál, leszűkítetted 2-3-4 parfümre, akkor jöhet a bőrteszt, amit nyilván különböző helyekre kell magadra fújni, csuklódra, könnyékhajlatodra, és amit itt is írnak, hogy nagyon fontos, hogy jegyezd meg, hogy mit hova fújtál, mert ha összekevered, akkor teljesen felesleges volt az egész próbálgatás, és kezdheted előről. És az egyik legfontosabb tippünk itt, hogy bőrpróba nélkül soha ne vegyetek parfümöt. Nyilván ez akkor a legfontosabb, hogyha magatoknak szeretnétek venni. Nyilván, hogyha másnak szeretnétek venni parfümöt, akkor a papírcsíkos megoldásnál célszerű megállni, mert úgyse magatokra fogjátok fújni, olyankor pedig jó, hogyha elképzelitek azt az illatot az adott illetőn, akinek szeretnétek venni, és ha szerinted jól fog neki állni az az illat, akkor nyert ügyünk van. Na de én azt mondom, hogy most már nézzük meg a parfümöket, mert nagyon kíváncsi vagyok itt a sok olvasgatás után, hogy melyik milyen. És én azt mondom, hogy először a férfi illatokat fogjuk megszagolni. Wow! Na ezen meglepődtem. 50%-ba kaptam férfi és női illatokat, tehát van 6 darab férfi és 6 darab női parfümöm, amin kicsit meglepődtem. Nézzük, egyáltalán nem leszek egyébként szakszerű, ugyanis csak így a doboz sarkára, a szélére tudom ráfújni a parfümöt. Az első Bruno Banani Loyal Man, ezt félre is rakjuk, szépen oda rakosgatom minthez a kis papírcsíkját. Hú, ezt innen érzem. Ilyen parfümöket öcsi szokott használni, ezt a illattípust. Egy orientális, azaz keleties egzotikus fűszeressé váló, de előbb karcos, hűs, citrusos, grapefruitos, almás, gyömbéres, tengervizes, sáros, zöld, dzsungelillatú, némi citrussal. Wow! Amúgy ennek nagyon jó illata van. Következő... De jó a csomagolása. Következő a Max Black Man. Ugyanazzal a nagyon cseles kis doboztrükkel folytatjuk tovább. Megpróbálok nem csalni, hogy beleszaglászok. Ó. A következő egy Adidas parfüm.
Ennek nagyon menő a csomagolása. Szeretem a szép csomagolásokat, az az igazság. Bencének már meg is van a karácsonyi ajándék. Oké, nem bírom ki. Az első ugye a Bruno Banani Loyal Man volt. Ez nekem nagyon öcsis. A második a Max Blackman. Ez egy kicsit nekem olyan gyengébb illat, nem olyan nagyon erős, és hirtelen nem is tudnám egyébként eldönteni, hogy így közeli ismerőseim közül kinek. Ennek nagyon érdekes illata van. Az Adidas uborka, zöld almahéj, jéghideg citromos vízben, mentol vibráló aromássága, gyógynövényekkel durvul édes ámbrásságba. Hát tényleg ilyen illata van. A következő illatunk lesz a Max Whenever Wherever. Ezután jöhet egy David Beckham. És végül, de nem utolsó sorban, megint egy Bruno Banani. Ahogy kezdtük, úgy is zárjuk. És akkor a Max. Ez egy kifejezetten citrusos illat. És valamiért ez nekem még mindig nagyon öcsis, de ezt még talán egyébként így Dominikon tudnám elképzelni. Ez a David Beckham illat nekem full Bálint. Lehet odaadom neki karácsonyra. És a... wow! Ez a kedvencem a férfi illatokból. Ez nincsen rajta? Ne! De itt van. Meleg, fűszeres, aromatikus, gyógynövényes, legfőképp bazsalikomos, olasz pesztos. Friss, zöld kezdete után simul, fák, fűszerek, bors, kardamon, szerecsendió, aldehidek irányába, meglepően jó konstrukció és érdekes csavar benne a kakaós porhintés. Wow! Na ezt tuti, hogy ráfújjon Bencére. Ez nagyon tetszik, nagyon szeretem az ilyen kicsit különlegesebb illatokat is. Ő a kedvencem, Bruno Banani Magic Man. Ő a kedvencem a férfi illatokból. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ők mit mondanának, hogy nekik tetszik-e. Ez egy tök érdekes kis teszt lenne. Na mindegy, de végre elérkeztünk ahhoz a részhez, amire én vártam már nagyon, ugyanis most jönnek a női parfümök. Szóval a lényeg az, hogy én magamon elmondom, hogy milyen parfümet szeretek. Egy az, hogy két részre oszlik teljesen az én ízlésem parfümtéren. Más parfümet hordok nyáron, és más parfümet hordok télen, így nagyon nagy részekbe szétszedve az évet. Nyáron, tavasszal jobban szeretem a kicsit citrusosabb, virágosabb, frissebb illatokat, viszont télen nagyon bekeményítek, és iszonyatosan erős, vaníliás, pacsulis, csillagánizsos, nagyon brutálisan erős illatokat szoktam használni, amit nyilván a szó legjobb értelmébe véve, ilyen nagyon fűszeres illatokat szeretek. Úgyhogy én ezt a kettőt szoktam felváltva használni, és ettől függetlenül van pár olyan parfümöm, aminek nagyon megtetszett az illata, viszont nem szeretem őket nap mint nap használni, de vannak olyan alkalmak, amikor tudjátok, hogy elkészülök, és már csak az van, hogy befújjam magam parfümmel, akkor valamiért egyértelműen ahhoz nyúlok, ilyen parfümjeim is vannak. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy most itt miket fogok találni. És egyébként tudjátok, hogy mi az érdekes? Bencével nagyon-nagyon egyezik az ízlésünk parfümtéren. Mármint nem úgy, hogy ő szereti azt, ami rajtam van, én azt, ami rajta van, hanem nagyon hasonló parfümöket keresünk magunknak. Körülbelül ő is ezt a tematikát tartja, mint én, és full ugyanazokat szeretjük, úgyhogy... És egyébként, amíg bontogatom ki a női csomagolásokat, elmondanám, hogy lehet, hogy a vak szerencse, de általában jól szoktam parfümöt választani, hogyha ajándékba veszek. Nagymamának nagyon könnyű parfümöt venni, mert ő évek óta, nagyon-nagyon régóta ugyanazt a parfümöt használja, úgyhogy neki nem túl bonyolult. Édesanyának meg szerencsére kiismertem már annyira az ízlését, hogy neki tudok jó parfümöt venni, és Bence most azt hiszem, hogy megtalálta azt a parfümöt, ami neki a legjobban bejön. Úgyhogy neki is, hogyha parfümöt veszek, akkor tudom, hogy mit kell venni. És akkor itt is van az első három parfümünk. Az első nem más, mint a Bruno Banani Woman. Ezután jön még egy Bruno Banani Pure Woman. Nagyon vagány, rá van írva egyébként alulra, hogy not for everybody. És ennek nagyon vagány a kis üvege. Szépen pakolom le őket egymás mellé. A következő az Adidas.
hagyjuk őket itt egy picit párologni. Ó, nagyon jó. Ez a, úristen, ez a tipikus nyári illatom, de nem szeretném lelőni itt a poént, úgyhogy majd, ha szagolgatom őket, akkor még egy Adidas, méghozzá Adidas Uplift, és a végére pedig kettő darab Max illatunk maradt. Az első az egy Max Woman, ez csak ennyi. Jaj, de aranyos, nézzétek! Innen nem látjátok, de majd közelibe megmutatom. Max Whenever, Whenever... Whenever, Wherever, For Her. Van benne egy ilyen kis narancs logó. És ez volt az utolsó. Úgyhogy kezdjük. Jaj, nagyon izgulok. Első. Ezt simán el tudnám képzelni magamon. Először csak végignézzük, hogy tetszik, vagy nem. Amúgy ezt is el tudnám, de ez nem fog meg annyira. Ez nagyon tetszik. Ez nem annyira, ez nekem túl citrusos. Ez is kifejezetten tetszik. És ez is. Oké. Akkor ez, és ez. Ez a három, ami nekem talán a legjobban tetszik. Valamiért ez nekem egy kicsit inkább így téliesebb időszakban, de ez mondjuk nem annyira erős, mint amit én szoktam használni. És ez a kettő, ami totál nyár. És ezek nagyon-nagyon tetszenek. És nagyon szeretem az ilyen kis parfümöket, amik tudjátok olyanok, hogy bele tudjátok dobni a táskátokba, és tudjátok vinni magatokkal. Mert amikor egy ekkora parfümmel kell mászkálni a táskádba, az azért nem vicces. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis szagolgatós, próbálgatós kis videó. Nagyon élveztem egyébként, sose csináltam... szállnak itt a porok előttem. Sose csináltam még ilyen parfümös videót, de nagyon élveztem. Nagyon szeretem egyébként a parfümöket, és tényleg nagyon sokat használok. Mármint, hogy nem úgy, hogy egyszerre sokat fújok fel, értitek, hanem, hogy váltogatom őket. Idén karácsonykor is biztosan lesz valaki, akinek parfümöt fogok adni, és ez a kis útmutató azért segíteni fog benne, hogy hogy találjam el biztosan, hogy milyen parfümöt vegyek neki. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a csomagot még egyszer. Nektek pedig, hogyha bármi kérdésetek van, akár az illatokkal kapcsolatban, akár az útmutatóval kapcsolatban, akár bármivel kapcsolatban, akkor azt a komment részlegbe írjátok le. Ha megvan nektek bármelyik parfüm, azt is várom a komment részlegbe, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy használjátok el ezeket. És igazából bármilyen parfümmel kapcsolatos sztorira kíváncsi vagyok. Ha nagyon jót vettél valakinek, ha megtaláltad az igazi parfümödet, ha nagyon elszúrtál egy parfümvásárlást, minden ilyen sztorira kíváncsi vagyok. Úgyhogy írjatok meg nekem mindent a komment részlegbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot is nekem, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen itt az Insta nevem is, kövessetek Instán is, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a következőben találkozunk, sziasztok!